mai adást az Inspibox támogatta. Inspibox. Élményekkel tele. Sziasztok, nagy szeretettel köszöntelek titeket itt a pénteki kreatív pihenőben. Ez az 13. hét és az utolsó két adás van hátra. Hétfőn már egy közös, ilyen körbevezetős alkotásba körbevezetésben találkozunk, és lesz élményjáték is. 3 órakor, úgyhogy mindenképpen csatlakozzatok majd hozzám. Az előbb kibontottam Eszternek a levelét, és baromira tetszett ez az inspiráció, és elkezdtem mondani, hogy ezt a puzzle-t bárki kinyomtathatja teljesen ingyenesen a csorbanita.hu oldalról, és hogyha kiszínezitek és visszakülditek nekünk a postacímünkre, a Budapest 1196 Nádasdy utca 90-re, ami egyébként az Inspirációk Élmény Stúdió címe, akkor mi ezt bele fogjuk tenni Magyarország legnagyobb alkotásába, illetve még egy kis válaszlevelet is kaptok tőlünk viszonzásképpen, úgyhogy mindenképpen érdemes színezőket küldeni. Ugye ez egy interaktív adás, úgyhogy nagyon örülök, hogyha megírjátok a keresztneveteket. Sziasztok, én Anita vagyok. Írjátok meg, hogy tudjam, kikkel alkotok együtt. Na, még egy bontás legyen még most, mielőtt belevágunk az alkotásba, és addig mindenki meg is érkezik. Ezt a levelet Dorina küldte. Nézzük meg, hogy milyen alkotást küldött Dorina. És még egy gyönyörűséges puzzle érkezett. De aranyos nyuszival oda nézzetek, nagyon-nagyon cuki. Hát én nagyon örülök, hogy egy ilyen szépséges nyuszika fogja díszíteni a Magyarország legnagyobb alkotása kirakónkat. Már ezt kérdeztétek, hogy mikor fogjuk kirakni, én nagyon szeretném még az idei évben, már sok-sok 100 darab van, 800-nál is, akkor már 20 négyzetméteres lesz ez pont, hogy nagyon remélem, hogy majd ti is küldtök bele kis kirakót. És akkor vágjunk is bele az első alkotásba. Legyen ez, amit most bontottam Eszter inspirációja alapján. Szíteni. Nincs hang? Nincs hang az internet. Akad. A bal oldalról húzd le és vedd le a wifit. Bocs, jobb oldalról. És akkor most elvileg jó lesz a kapcsolat. Na, be is hívom, hogy én is lássam. Még mindig nincs hang? Ja. Na hát írjátok meg, hogy jobb lett-e az internet kapcsolat, és hogyha igen, akkor bele is vágunk az alkotásba. Ami biztos, hogy kelleni fog egy fehér papír, és filcek. Lehetne ezek ecsetfilcek, sima filcek, rátok bízom, illetve természetesen festékkel is lehet festeni. Van ez a tipikus szív, ami a logomba is van. Ezt mutatom, hogy szoktam rajzolni, és azt rajzoljátok meg alapnak. Alulról szoktam húzni. Mivel én balkezes vagyok, egyébként nem tudom, hogy jobbkezesnek hogy áll jobban kézre, én jobbra indítok, az a biztos. Jobbra szoktam elindítani, megcsinálom a hurkot, elviszem balra, és úgy összekötöm. Itt, hogyha nem pont ugyanoda jött ki, akkor egy picit még összedolgozom. Na hát egy kicsit kifogyóban vannak a filceim, itt nagyon-nagyon nagy terhelést kaptak ebben az elmúlt 13 hétben, hiszen több mint 150 adáson vagyunk túl. Itt van még egy vastagabban fogófilc, ezzel is meghúzom. Aki egyébként itt volt a gyereknapon, az egy ilyen színezőt kiszínezett, és kiraktuk a kirakatba, még mindig ott büszkélkedek velük, rengeteg ilyen, több mint 60 szívet színeztetek ki, úgyhogy gyönyörűeket csináltatok, és most lehet itt is. Na, nézzük, itt van, nézzük, hogy ki van itt. Dorina, most jó a hang már, itt van Petra is. Azt írja a Petra, hogy tegnapi képkeretet készíti. Megérkezett Lili, ő is velem alkot. Na hát, akkor rajzoljátok meg ezt a szívet, és Eszter inspirációja alapján ezt a szívet töltsétek ki bárhogyan. Egyébként, hogyha elkészítitek, akkor ezt is elküldhetitek, vagy ennek egy verzióját. Én nagyon örülnék neki. Eszter ilyen kis háromszöges részeket húzott bele. Én arra gondoltam, hogy most húzok először vonalakat a belső hurokból a külsőbe, és azt fogom felosztani inkább már random módon egyes területekre. Készített rá Eszter csíkos
alapot is. Hát ezt én se tudom kihagyni. Úgyhogy majd mindjárt az egyes területek kitöltésénél szépen kitalálom, hogy hogyan fogom dekorálni. Elkészítettem először ugye a kontúrt, utána bele a kis elválasztókat, azokat még kisebb területekre osztottam, és most jöhet az egyes területek kiszínezése. Filctollal is, festékkel is, illetve ecsetfilccel is tölthetitek. Én egy pár területet úgy, ahogy Eszter, ki fogok csíkozni, és többit pedig mindjárt kitalálom, szerintem ezzel a kis vízfesték készlettel fogom kiszínezni ezt a vízfesték készletet. Nagyon szeretem. Most gondolkozunk azon, hogy az idei ilyen sulis boxba is benne legyen-e, vagy sem, már unalmas, de szerintem azt azért egy év alatt el lehet használni. Úgyhogy már akinek volt tavalyról, annak elfogyott. Úgyhogy én, mivel nagyon szeretem, ezért én amellett vagyok, hogy legyen benne. Na nézzük akkor, vízfestékkel fogom kitölteni, úgyhogy fogok egy ecsetet, és most megmutatom, hogy mindig mondom, hogy lehet a vékony papírra is akvarellezni, csak egy rétegben, úgyhogy most itt a vékony papírra akvarellesen kitöltöm az egyes részeket. Úgyis, hogyha Lili is akvarellezik, akkor legalább egy picit együtt akvarellezünk most. És egy kis plusz színt, egy kis plusz kéket még beleviszek. És így szépen minden területet ki fogok tölteni, bárhány színt használhattok, biztosan szép lesz a végeredmény. Mutassátok meg nekem, hogyha elkészítetek bármelyik alkotást, akkor ne habozzatok feltölteni és megmutatni nekem. Na nézzük. Megérkezett Blanka, Zsófi is, és Ádám kérdezi, hogy vissza lehet-e majd nézni a videót. Igen, mindegyik videót vissza lehet nézni itt a Facebook csoportban is, de egyébként sokkal könnyebben kereshető a YouTube csatornán. Tudom, hogy még oda nem kerültek föl a részek, viszont megígérjük nektek, hogy vasárnapig az összes régi rész föltöltődik oda, úgyhogy a Kreatív Pihenő YouTube csatornáját érdemes keresni, és ott sokkal jobban átláthatóan lehet válogatni az alkotások közül, hiszen ugye ott az indexképen úgy töltjük föl, hogy látszódjanak is, hogy mit készítek abban az adott inspileckében. Na, hát nagyon szépen alakul a kis szívecske kifestőm, és köszönöm szépen az inspirációt Eszternek. Eszter küldte ezt a puzzle darabot, amiből most tovább dolgozunk, amit vettünk a mai inspiráció alapjául, vagy a mai alkotás alapjául. Egyébként még a következő, ez egy ilyen kis nyári gyümölcsös ötlet lesz, meg ide van elém téve tészta, ide van elém téve egy kis mini kaspó. Szavazzatok, hogy melyiket alkossam ki, ez már úgyis az utolsó napok egyike, döntsétek el ti. Vagy ha van olyan kérés, amit szeretnétek, hogy teljesítsek alkotásban, akkor azt is nyugodtan írjátok meg, és akkor belekombinálom a mai kreatív pihenőbe. Úgyhogy várom a kommentjeiteket. Na, mutatom, hogy már hogy haladok. Már egész sok részt kitöltöttem, és így alakul szépen a szívecském. Dorina azt írja, hogy YouTube-on nézi a kreatív pihenőt, YouTube-on is. Na hát, szuper! Dorina, nézzük egy picit, nekem most lassú a net. És azt írja Petra, hogy feltöltötte a tegnapi inspiboxos alkotását, és hogy elfogadom-e. Igen, szerintem a két adás között egyébként elfogadom, csak ebben a pillanatban értem vissza a stúdióba, és ezért nem tudtam megnézni. Adás előtt szoktam mindig elfogadni és megnézni, de most ez elmaradt, úgyhogy a két adás között majd megnézem. Na, egy kis türkisz is belemehet, ilyen kis türkisz zöldes. A színekbe.
Jöhet egy kis sárgás. Kis pirossal kombinálva, kis pinkkel. Kis narancsossal is. És ki is festettem az üres részeket, és ilyen lett ez a kis kép. Köszönöm szépen ezt ennek az inspirációt. Remélem, hogy velem alkottátok ezt a kis egyedi szívecskét, és feltétlenül mutassátok meg, töltsétek föl, merj alkotni hashtaggel alkotásaitokat. Na, nézem, hogy van-e bármilyen kérés, kérdés. Nem nagyon tölt be nekem semmi. De azért hát, ha betölt. Nézzük. Szóval, addig is akkor elkezdem a következő alkotást, ami egy háromdimenziós cseresznye lesz. És ez pedig, hát piros papírból, vagy most nekem ez a kicsit ilyen hús színű papíron van, úgyhogy valamilyen pink vagy piros papírból készítsétek, és használjátok valamilyen sablont, én most egy ilyen cellux vagy dekortapaszt rajzolok körbe. Ez lesz a cseresznyének a mérete, tehát akkor a sablont, ha kisebbet szeretnétek, akkor pénzérmét javaslok, ha nagyobbat, akkor pedig bögrét. Ebből is lehet akár készíteni girlandot, akár képeslapot, 3D-s cseresznye még nem volt. Egymásra teszek 4 lapot, 4 lapból fog készülni a cseresznye, tehát összesen 4 karikára lesz majd szükség. Most egyszer vágtam körbe az alapot, és hogy egyszer rajzoltam körbe, és egymásra teszem a 4 lapot, így egy kivágással meg is lesz a cseresznyének az alapja. Az egészet egyszerre félbehajtom, hát ilyen kis háromdimenziós dolgot már készítettünk korábban, úgyhogy már biztos, hogy emlékeztek rá, hogy hogyan szoktuk. Az a lényeg, hogy most pedig ezt a 4 lapot egymáshoz kell rögzíteni. Sima papírragasztó is jó, vagy egy kis folyékony ragasztó. Én a ragasztópisztolyt azért szoktam szeretni, és azért használom, mert ugye nem kell várni semmit szinte a száradással, és akkor nem megy ezzel az idő. Nagyon pici pöttyöt ragasztok a közepére, és összeállítom ezt a 4 réteget. Így, most pedig eligazgatom, hogy 3 dimenzióban álljon, és ehhez az alját le is ragasztom valamilyen kis alapra. Nézek neki valami alaplapot, igazából egy egyszínű alaplap is tökéletes. Lehet, hogy ebből fogom kivágni, egy ilyen kis narancsárga alapot készítek neki. Hogyha girlanda készítitek egyébként, akkor önállóan is elkészíthetitek, akkor én mindenképpen azt javaslom, hogy ezt duplázzátok meg, és ne 4-et, hanem 2x4-et készítsetek, és egymásnak ragasszátok a hátuljánnál a 2x4-et, és akkor ugye körben ilyen kis cseresznye alakú lesz. Most viszont én egy képeslapot készítek belőle, hát ez a narancsárga átéreznem annyira jó neki. Úgyhogy nézek neki egy kéket, vagy valamilyet. Itt van, nézzük meg, melyik a legjobb, egy ilyen kis kék háttéren. Na, ezen már jól mutat. Ez egy ilyen izgalmas papír, ilyen kis hullámos. Különleges alapja lesz a cseresznyének. Levágok egy képeslap méretet, és erre fogom ráragasztani a cseresznyének a testét. Egyébként párosat is lehet készíteni, ilyen kis összefüggő szemeket, úgyhogy azt is,
akkor ugye klasszikusan a kis V alakos szárral készítsétek, de ez most egy ilyen kis önálló egy darabos cseresznye lesz. Nem hiszem, hogy ezt a szót sokan kimondták már, de minden esetre az én kis egy darabos cseresznyémet pedig úgy folytatom, hogy kivágom a szárát, és kivágok ugye egy kis levélformát. Így, és most hozzá passzolom a hosszát, így jó lesz a cseresznyéhez. A szárát fogom fölragasztani, és a levelét hagyom, hogy lifegjen. Mert akár azt még így ilyen kicsi ilyen háromdimenziós kunkorítással is lehet ábrázolni, és így készült el ez a háromdimenziós cseresznye. Ez a második inspiráció. Remélem, hogy tetszik, és hogy elkészítitek ti is. TikTokosokhoz szólok, TikTokon is megy most az adás, hogy tetszett a tegnap, illetve a mai TikTok videó, írjátok meg, kíváncsi vagyok, hogy tetszett, és nagyon-nagyon szépen köszönöm az 1 millió lájkot, hát elképesztőek vagytok, és aktívak, és még ebben nem is számítanak bele itt az élőben adott hozzászólások. Úgyhogy köszönöm szépen nektek. Ez volt a második inspiráció, és azt nézem, hogy van-e kérdés. Igen, hétfőn búcsúzó nap lesz, és azt nézem meg, hogy utána is föl lehet tölteni az alkotásokat, tehát nagy szeretettel várom őket, egész nyáron fog folyni a kreatív pihenőben az inspirálás, a régi videókat is megosztjuk, adunk nektek új ötleteket is, csak az élőből lesz jóval kevesebb, de abból is azért majd lesz egy pár, majd előre jól beharangozzuk. Na, és akkor a harmadiknál ezt akkor nem írtatok semmit, úgyhogy ezt a kis cserépdekorációt készítem el, méghozzá lehet szavazni, hogy milyen gyümölcsre fessem, úgyhogy valamilyen gyümölcsös formátumot szeretnék neki adni. Írjátok meg, hogy mi legyen ez, dinnye, kiwi, citrom, narancs, milyen gyümölcsre fessem ezt a kis kaspót. Ez egy kis papírkaspó, úgyhogy igazából a dekorálási folyamatot fogom megmutatni, de egyébként simán bármilyen kis kerámia kaspót és a szakrőfestékekkel ki lehet festeni, úgyhogy bátorítalak titeket, hogy készítsétek. Ez igazából ilyen kis tárolónak lesz jó, ez a kis papírkaspó, de arra is nagyon-nagyon jó, úgyhogy hogyha ilyet tudtok így zűltetésből menekíteni valahonnan, akkor ezt föl tudjátok tárolásra használni. Na nézzük, hogy mit írtok. Dinnye, két dinnye van eddig, és citrom, megjött Perla is, na, örülök, hogy végre itt vagy, Henny is itt van, igen, na nézzük, utolsó hét, igen, ez az utolsó hét, citrom, alma, dinnye, citrom, dinnye, 3 dinnye és 2 citrom van, na nézzük, 3 dinnye, 3 citrom, akkor legyen a következő, ami dinnye vagy citrom, akkor az lesz. Na szavazzatok, dinnye, jó, a dinnye nyert, akkor jöhet a dinnye festés. Ugye a dinnyét azt vagy ilyen nagyon szép pirosból, vagy pinkből érdemes elkészíteni. Szerintem mind a kettőben nagyon jól mutat, attól függ, hogy a szobátokban melyik mutatna jobban. Illetve kell nekünk még egy világos zöld. Ezt egyébként fehérrel is lehet helyettesíteni, tehát hogyha nincsen világos zöldetek, csak sötét zöld, akkor is meg lehet a dinnyét, el lehet készíteni, viszont a sötét zöld az mindenképpen fontos. Ugye az adja meg a külső héjának a hangulatát. És akkor ugye, mint egy ilyen kis dinnye szelet, úgy képzeljük el ezt a kis kaspót, kis tárolókaspót. A tetejét fogom pirosra befesteni, és az alját pedig világos zöldre és sötét zöldre. Aztán mindenféle kis aranyos dolgot lehet benne tárolni. Természetesen majd még magukat is festek rájuk. Dinnyésből azért elég sok mindent készítettünk itt a kreatív pihenőben. Ha van kedvetek visszaemlékezni, felsorolni, hogy még milyen dinnyés dolgot készítettünk, akkor írjátok meg. Én nekem most nem jut eszembe egy se. Pedig tényleg sokat. Pedig, hát nem is sokat, de egy párat biztos csináltunk. Dinnyés. Ja igen, mert a YouTube videóra csináltunk egy girlandot,
az majd mikor kerül föl? Szombaton. Szombaton kerül föl. Egy új sorozat indul szombaton, úgyhogy majd lessétek meg a YouTube csatornámon. Aki nem ismeri Inspirációk Csorba Anitától, a neve a YouTube csatornámnak. Nézzetek fel rá, mert minden héten friss videókkal jelentkezem. És ez a nyár folyamán is így lesz ott, úgyhogy érdemes követni YouTube-on. Jó. Kifestettem pirosra. Jöhet a világos zöld réteg. Ez rögtön a piros mellé kerülhet. És végezetül majd a sötét zöld réteg. Ez a világos zöld réteg, vagy fehér, ezt lehet még fehérrel is megfesteni, ez a legvékonyabb legyen. És természetesen nem csak még magukat fogok neki festeni, hanem arcot is festek neki, már hogyha szeretnétek. Na, még nézem, hogy mit írtatok, hogy mit alkottam itt dinnyével. Legyezőt, igaz, készítettem azt az óriás legyezőt. Hú, ahhoz jó sok harmonikát kellett hajtogatni. Azt kérdezi Petra, hogy lesz-e olyan még, hogy a YouTube-on, hogy valamelyik fanoldalt hívom meg unboxingolni, egészen biztos, hogy lesz, én nagyon-nagyon szeretném, én azokat sokkal jobban élvezem, azokat az unboxingokat, úgyhogy amikor nem volt lehetőség, akkor is ugye Instagramon hívtalak be titeket, úgyhogy amint vége lesz ennek a helyzetnek, és már úgy tudunk unboxingolni, akkor majd lehetőség lesz rá. Dinnyés legyezőt írtátok, igen, na nézzük. Tanulni. Milyen más nem írtatok. Szóval akkor én most egyelőre nektek se jut eszetekbe semmi. Jöhetnek a kis magok rá. Ezt most egy kis fekete festékkel fogom felvinni. És egy vékony ecsettel. Egyébként, hogyha epreset szeretnétek, akkor gyakorlatilag ugyanez a módszer, csak a zöldes részt kell az aljáról lehagyni, és már is epretek van, annyi a különbség, hogy az epernél azért a még a rózsaszínesebb hatás az még jobban passzol talán. Még jobban epresebb, hiába piros az eper. Tényleg az eper piros vagy rózsaszín? Igen. Piros és rózsaszín egyben. Ilyen kis fekete pöttyöket festek random rá magok gyanánt. El is készültem a kis tárolóval, ennyire egyszerű volt megfesteni. Ezt tárolónak is használhatjátok, ha papírvödröt vagy papír kis kaspót festetek ki, akár lehet kerámia kaspót is kifesteni, pontosan ugyanezzel a technikával az akrilfesték tökéletesre. Ha szeretnétek, hogy egy kicsit tartósabb, meg takarítható legyen, akkor egy réteg lakkot rá kell még festeni, ilyen átlátszó, színtelen lakra gondoljatok. Írjátok meg, hogy melyik volt a kedvencetek a háromból, a mai három inspirációból, ugye készítettünk Eszter inspirációja alapján egy ilyen kis patchwork szívet, akvarell technikával, akkor készítettünk egy 3D-s cseresznyét, illetve egy kis dinnyekaspót. Hamarosan jelentkezem három újabb ötlettel. Tartsatok velem akkor is. Sziasztok! Szép kreatív napot!